a Nyíregyháza Spartacus ezúttal a Budafokot fogadja a Mercantil Bank ligában. Ami a két összeállítást illeti, hazai oldalon Fejér, Farkas, Baki, Alakszai, Gengelicki, Nagy Barna, Toma, Kesztyűs, Nagy Dominik, Gresó és Majki, Timár Krisztián a vezetőedző, még a budafokiaknál Gundel Takás, Csonka, Lorenz, Fótyi, Kalmár, Pintér, Nagy Gergő, Olá, Szerető, Komács, Horvát, ez Erős Gábor csapata, és Fehérben majd a budafokiak. Jön a beadás, és aztán Gresó volt az, nem Majki, aki fölé bólintott a második percben. Majki próbál lefordulni, és Majki meg is tolja. Majki még egyel tovább, Nagy Dominik helyzetben, és aztán belevetődtek. Ez nagy mentés volt. Jól láttam, Lorenz volt az. Ezt Gundel Takás nem érte el, Szerető viszont igen. Gengelicki. Gresó, ügyes összjáték, és ott a lövés, aztán Nagy Dominiktól Gundel Takács Bence fogja a labdát, 8. perc. Megpattanó labda, így szöglet lesz. 15. perc, az első szöglet. Többen is helyezkedtek ott középen, és aztán Csonka az, aki jócskán fölé lőtt. Nagy Dominik. Jön a keresztlabda Nagy Barnához. Megvan a labda levétel, és jó a beadás is. Többen is érkeznek, Kesztyűs lőhet, még egyel tovább. Nagy Dominik, elhúzzák a lábát, és szabadrúgás lesz. Na nézzük a szabadrúgást. Most már 21. perc. Nagy Dominik, és Gundel Takács fogja. Ez is jó, ez a lekészítés, ott a lövés, Gundel Takács fogja meg. Baki. Ügyes összjáték, és ez így már lassan lövő helyzet, nem is lassan, ott a lövés. Tomától és Gundel Takács, 24. perc. A legnehezebb védése eddig Gundel Takácsnak. Na nézzük, Nagy Dominik. Fótyik szerelte, Nagy Dominik kipattan Gundel Takácsról, és aztán tisztáznak a budafokiak. Horvát. Ez lecsúszott. A hosszú sarkot célozta Horvát Olivér. Pintér. Horváth. Ez a lövése már jobb volt. Na jött a szabadrúgás. Pintér középre. Többen is érkeztek a hosszú oldalon, de végül mindenki lemaradt. Kesztyűs indul el. Nagy Dominik felé. Fótyik visszafejeli. Ezt így Farkas gyűjti be. Még egyel tovább. Nagy Dominik. Remek összjáték. Farkas Bendegúz be középre. Gól! Majki góljával megszerzi a vezetést a Nyíregyháza. A 31. percben egy nagyon szépen végigjátszott támadás, ott kicsiben Nagy Dominik, Farkas Bendegúz, és még egyel tovább, beközépre, Majki pedig be a kapuba. Megszerezte tehát a vezetést a Nyíregyháza, nem érdemtelenül, mert több helyzete volt eddig is. Van viszont egy lövés Majkitól. Jön a bedobás, Nagy Dominik. Visszateszi. És alig mellé. Fútyik. Gresó megszerzi a labdát, Gresó volt nagyon erőszakos. Gresó még ott a lövőhelyzet, megpattan, és így fölé vágódik. Inkább beadás lesz belőle. És ugyanúgy, mint ahogy az első félidőben a budafokiaknál, lemaradt mindenki. Ez jó labda Gresónak. Gresó még egyel tovább, szabad ember. Nagy Barna személyében. Nagy Barna már a 16-oson belül, akár el is lőheti fölé. Ezzel együtt ezt el
lehetett vállalni, azt gondolom. Megáll a labda, de Tomához csak eljut nagy nehezen. Toma. Remek labda, Mikey a 16-oson belül, Mikey lő! Jön a szöglet, Nagy Dominik a sarokrúgással. Akinek magas volt, Toma. És ezt Toma onnan elvállalhatja, Gundel Takács. Farkas. Ez jó, Nagy Dominik. Szépen leveszi. Ez is remek, Farkas Bendegúz, jöhet a beadás, át a hosszú oldalra. Kesztyűs, lesz-e lövés, Kesztyűs még, Kesztyűs viszi tovább. Nincs lövőhelyzet. Szerető. Ez pedig így lassan egy lövőhelyzet. És a budafokiak veszélyes támadást vezetnek. És Nagy Barnának kell figyelnie. Középre a beadás. És elmegy a kapu mellett. Elek próbálkozása. Herjecki. Jó a csele. És mehet tovább. Mehet tovább ez is. Itt meg büntetőt reklamálnak a budafokiak. Ez jó, Géresi. Szép a csel. Géresi lő, gól! De mekkora gólt lőtt Géresi Krisztián! Egy gyönyörű csel, és aztán bezúdította a hosszú sarokba. Hát ez klasszis teljesítmény. A 85. percben. Csereként lépett pályára Géresi Krisztián. Ott az ötös sarkánál lépett egyet, és aztán hatalmas erővel be a hosszúba. 2-0. Jön a beadás a hosszú oldalra. Újabb ívelés, és aztán Gengelicki kivágja. Majd megint Gengelicki. Két fejes, és ez így kirúgás lesz. Baki. Remek labda. Cseh Norbert zicserben. Cseh berúghatja. És élete első NB2-es gólját lőhette volna Cseh Norbert. De nagyot védett Gundel Takács. Ez a fejes még fölé száll. Ez viszont egy szépítési lehetőség. És mellé megy a lövés. Ezzel pedig véget ér a meccs. A Nyíregyháza 2-0-ra legyőzi a Budafokot. Ezzel biztos, hogy a BMT-t megelőzi a Spartakusz a tabellán.